Fagyasztóból veszik ki a kis cicát ezen a mobillal készített felvételen. Hülye macska, mondja az elkövető. Folyamatosan kínozza az állatot a 20 éves férfi, miközben beszél hozzá. Szeress engem, te majd földhöz vágja és belerúg az állatba. Egy másik felvételen, mint mondja, repülni tanítja a cicát. De egy idő után bírni fogja. Ezek a felvételek kerültek fel egy közösségi videó megosztóra. Ezek alapján jelentették fel a pécsi fiatalt állatvédő szervezetek. A vádlott az elmúlt évben egy ismerősével együtt lakott, akinek volt egy két hónapos kismacskája. 2016. októberében a férfi mindenfajta előzmény sok nélkül ezt a kismacskát többször bántalmazta, kínoszta, többek között olyan módon, hogy azt többször a földhöz vágta, a falhoz dobta, belerugott, nyakánál fogva rángatta. Valamint a mélyhűtőbe is betette. A bántalmazásokról ő maga készített felvételeket az állat gazdájának telefonjával. Így vették észre, hogy mit tett. A macska ezen bántalmazása következtében súlyosabb sérüléseket nem szenvedett, azonban a kínzások alkalmasak lehettek volna arra, hogy nála maradandó egészségkárosodás alakuljon ki. A férfinak a cselekménye az állatkínzás vétségének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 2 évig tehető szabadságvesztés. Az elkövető büntetlen előéletű, így várhatóan felfüggesztett büntetést kap. Az sem kizárt, hogy közérdekű munkára ítéli a bíróság az állatkínzás miatt.